December 14-én lakossági fórumra került sor a polgármesteri hivatalban a fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítéséhez. A dokumentumot készítő cég munkatársai ismertették a tartalmat, a tervezett projektelemeket, melyek a következők. Bicskeváros csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése, zöld felületek, rekreációs célú fejlesztés a Bicske szíveparkban. Épületenergetikai korszerűsítés az önkormányzat épületein, főként az Egyesített Családsegítés Gondozási Központ kapcsolatközpontnál. Közmű, okos monitoring kiépítése az önkormányzat intézményei számára. Új és régi rendezvények szervezése a helyi identitás növelése érdekében. Épületenergetikai korszerűsítés az önkormányzat épületein. Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületen. A közönség soraiból többen javaslatokat tettek közzé a stratégia alapos és pontos kidolgozásához. 2021-27-es uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás az integrált területi városi stratégiák készítése. Magyarországon a 2007-2013-as uniós programozási időszak előkészítéséhez kapcsolódóan kerültek bevezetésre az integrált városfejlesztési, későbbiekben településfejlesztési stratégiák, melyek egy fontos eszközt jelentettek a városnak az integrált szemléletű fejlesztések tervezéséhez, mint városi, mint városrészi szinten, bevezetve az akcióterületi megközelítés jelentőségét is. Bicskeváros 2014-2020 közötti időszakra szóló integrált településfejlesztési stratégiának felülvizsgálát a képviselőtestület határozattal fogadta el. Az eltelt 14 év során a gazdasági társadalmi környezetben jelentős változások történtek, az Európai Unió szakpolitika megközelítései sok tekintetben részletesebbé váltak. Ennek megfelelően 2021-27-es uniós ciklus előkészítéséhez az eddigi városi stratégiák, az integrált településfejlesztési stratégiák módszertani elkészítésének felülvizsgálata vált szükségessé, hogy azok struktúrája és tartalma összhangban kerülhessenek a jelenleg érvényben lévő európai és hazai szakpolitikai keretekkel, míg az integrált településfejlesztési stratégia készítésének feltételrendszerét a 314/2012-es kormányrendelet definiálta. Addig a fenntartható városfejlesztési stratégia az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum és a 2021-27-es forrásfelhasználás feltétele. A fenntartható városfejlesztési stratégia teljes városra szóló tervezéssel készül, és nem korlátozódik csupán a TOP plusz forrásainak a felhasználására, ezáltal is biztosítva a bizottság által kiadott fenntartható városfejlesztési stratégiák kézikönyvével való összhangot, és ezáltal támogatva a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezidens, zöld és digitális átmenetet szolgáló várostérségben gondolkodó városfejlesztési gyakorlat kialakításában. Az FFS emellett megalapozza a város további jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait is.